Kevés esélye van annak, hogy valaha bronzba öntik az 5. kerületi Hilt téri minta alapján a kétfarkú kutyapárt Rikkancs fiúját. A párt aktivistái egy igen extrém ötlettel álltak a reggel munkába igyekvők elé. Magyar Hírlap külön szám, Magyar Hírlap külön szám. Megjelent a Magyar Hírlap külön szám. Feloszlik az MSZP, leállítják Paks 2 építését. Magyar Hírlap, megjelent a Magyar Hírlap külön szám. Most csináltunk egy saját Magyar Hírlap számot, 10 000 példányban. Mi volt ennek az apropója? Hát igazából azt, hogy úgy láttuk, hogy ez az egyetlen módja, hogy valóban olyan hírek lejönnek az újságban, amiket mi szeretnénk ott olvasni. És hát ugye amúgy is ugye opciós elővásárlási jogunk volt a Magyar Hírlapra, ezt most ugye érvényesítettük. Úgyhogy ez a mai külön szám az utolsó, ami hát csupa jó hírekkel jelenik meg. Kifizették a görög államhatóságot? A Törökország kártérítést fizet a magyaroknak a 150 éves elnyomásért. Itt van a Magyar Hírlapban a teljes cikk. Mik ezek a jó hírek? Hát leállítják a Paks 2-es beruházást, a Dunapartot visszakapják a gyalogosok, ismeretlen kifizették Törökország államadóságát. Próbáltunk olyan híreket összeszedni, aminek azért a legtöbb ember örül, és nem csak mondjuk a kormány kritikusai. Reméljük, hogy mindenki elhiszi, ami benne van írva, és akkor reméljük, hogy utána tényleg megvalósul. Ez igazából a kétfarkú kutyapárt kormány programja, csak ilyen formában hoztuk nyilvánosságra. Jóvá tétel Törökországtól, kifizették a görög államadósságot. Csak jó hírek a Hírlapban. 10-en írtuk az újságot, és hát volt, aki a grafikai részben vett részt, a terjesztésben, tehát az összesen ez ilyen, ugye megy 6 helyre ez vidékre is, Szeged, Pécs, Debrecen, stb. Szóval ez ilyen 40 ember munkája van benne. Az újság az 10 000 példányban készült el, olyan 7 000-et azt szétoztunk itt Budapesten, 10 metró kiáratnál, 2 000 ment vidékre, meg még megy majd ilyen, hát kocsmákba, vagy hogy mondjam. Ingyenes a Magyar Hírlap. Magyar Hírlap közösszer, csak jó hírekkel. Csak jó hírek az új Magyar Hírlapban. Ha esetleg Széles úr jó hírnév megsértése miatt beperli önöket, akkor mi lesz? Erre készültek? Hát ha beperel minket, akkor gondolom lesz egy per. Nem tudom, biztos érdekes lesz, de jó ügyvédeink vannak.